Hölgyeim és uraim, kajakkenu, de nem ez a lényeg, hanem hölgyek kajakkenuzása a mai témánk. És két vendégemet mutatom be, egyrészt tehát Homonai Lucát, aki 5 vagy 6-szoros ifjúsági világbajnok. 5. Mennyi? 5. 5, csak 5. És Kőbán Ritát, aki csak 2-szeres olimpiai bajnoknő. Rituska, nem sorolom a többit, mert akkor nincs adásunk. Elmegy az idő. A hölgyek segítségét arra kérem több egyéb kérdezni való mellett, hogy nézzük meg, hogy ugyanaz a munkaforma, ugyanaz a sportág, ugyanazok az eszközök, mit változtak a mai Lucáék, társai tehát, nem csak ő maga, és maga milyen körülmények között és milyen eszközökkel versenyzett, hogy mit fejlődött a sportágnak az a része, ami nem emberi képesség dolga, mert abban olyan nagy differenciák, föltételezem, nincsenek. Na most szeretném megkérdezni, Luca nem haragszik, és bocsánat, hogy ővele kezdtem, ezt a frizurát maga csinálja? Nem én csináltam. Hát magamnak szerintem nagyon sok idő lenne így befonogatni. De tudná? Szerintem nem. Én energiám se lenne rá, időm sem, és szerintem nem is tudnám így megcsinálni. Na de akkor megkérdezem, hogy mennyi időt töltött ezzel a fodrásznál? 4 órát, amíg ezt így... És ez mind a nézők kedvéért, vagy egyébként hétköznap is így jár? Hát én most a hétköznap is így fogok járni, gondoltam, ilyen hajam még nem volt, úgyhogy így az adás kedvéért is előtte szerettem volna mindenképpen kipróbálni, és most még egy ideig valószínűleg ilyen hajam lesz. És ez szülinapi ajándék? Nem, ez nem kapcsolódik most. Mert ha jól tudom, holnap van a szülinapja. Igen. Igaz? Na hát egyrészt szívből gratulálok. A frizurához is, mert igazán látványos. Köszönöm. No, szóval, nézzük meg, hogy a kis Kőbán Rita, aki 4 vagy 5 lány? 5 lány. 5 lány testvér. Igen, én vagyok az 5. lány. És a kicsi. A legkisebb. A legkisebb. 5 lány testvér között egyszer csak maga kajakozott egyedül? Nem. 2 nővérem kajakozott, az egyik egy ki nem pihent megfázásból szívizomgyulladást kapott, és azért kellett abba hagynia, a másiknak pedig hátraszaltóznia kellett tornatermi edzésen, kajakos létére, gerinc sérve lett, még megpróbálta, de a csavarozott sér vagy a gerinc az már nem ugyanaz, úgyhogy neki is abba kellett hagyni. Nos, ez a nővérem, a negyedik, a Judit nevű, ő vitt le, hogy hát az edzője mondta, hogy ha már van egy húga, akkor hozza le, és addig 12 éves koromig a nagymamámnál Karcagon a világ legboldogabb gyermeke voltam, vagy itthon sírtam, hogy nem akartam óvodába vagy iskolába menni, és 12, és másnaptól kezdve pedig 24 évig kajakoztam. De hát végül is, hogyha mondjuk történetesen az a nővére nem kajakozik, teszem azt, hanem úszik, akkor az úszodába viszik. Talán kizár dolog, mert hogy én reggel 5 órakor fölkelni nem tudnék, az biztos, sem akkor, sem most. Így aztán az édesanyám az 5 gyerek mellett nem vállalta volna azt, hogy minket reggel úszodába hord. A másik probléma az volt, hogy soha senki nem tudott megúszni, nem tudtak megtanítani úszni. Egyszer csak magamtól a karcagi strandon hátrafordultam, és úgy úsztam, mint a legnagyobb átúszók. De azelőtt soha senki nem tudott megtanítani, úgyhogy csak a strandon a derékig érő vízbe, és egyik pillanatról a másikra leúsztam a 200 métert, és kajakos voltam. Hát nem én, a nézők nem fognak megharagudni rám a személyes dolgokkal, hozakodom elő. Van ebben a társaságban, akik most itt ülünk, még valaki, aki a karcagi strandon tanult. Tényleg? Meg. Karcag Berek. Igen, Berekfürdő. Hogyne? Ott köttettek a derekamra egy övet, ami kötélben, nem kötélben végződött, és egy fa rúd, és azt támasztotta a korlátnak, átvetette rajta az úszómester a lábát, hogy nehogy befulladjak, mert azt tartotta a rúdat, és 1, 2 az a láb. És így sose tanultam meg jól addig, amíg végül is be nem engedett a Székely Jövöse Gyarmati Andrea a pályájukra az edzések során a TF-en, és ott megtanultam úszni rendesen mellettük. De
Úgyhogy együttérző lélekre köszönöm. Talált. Az életem legszebb korszaka volt. Na, és aztán mégis a kajakkenuhoz. Eszelős nehéz munka, azt már azért tudom. Az már gyerekkorban elkezdődik, nem? Ott is kemény, szóval nincs kímélet. Én 12 éves koromban kezdtem el sportolni egyáltalán bármit. Nem tudom, hogy Lucia, te mikor kezdted? Én 10 éves koromban, pont tegnap volt az évfordulója annak, hogy elkezdtem, úgyhogy október 9-én, még azt is számolom, de én 10 éves koromban. Az már jó, az... Ma már szerencsésebbek. Na, miért ez a 12 már késő? Hát egy picit késő volt, és én úgy kerültem egy olyan csoportba, ahol úszók voltak. A legtöbbi az úszóktól jött, tehát a fradi úszóktól. Hát azért kellett ott kapaszkodnom az elején rendesen. Meg hát, hogyha azt az edzésnaplomat elhoztam volna, akkor ott horror mennyiségek hát, voltak. Kettőt elhozott. De ez későbbi. Én akkor ájultam el, idézőjelben szóval, amikor azt mondta valamelyik beszélgetésünkben, ha jól emlékszem, hogy elmondta, hogy hogy telik a hét, és szombaton verseny, vasárnap hosszú. Ez volt, igen. És 30 kilométert kell. Pontosan. Ma már nem tudnám ezt végigcsinálni. Hát, de nem is igénylik, de ez a kislány vajon mit csinál hétvégeken? Előfordul az ő verseny után ilyen nagy távokat kelljen? Nálunk nem igazán fordult elő, hogy így 30 kilométert elvesztünk. Szerencsére már tavasszal is azért az már ugye inkább a maximumot ütögeti, a 30 kilométer. Úgyhogy maga annyira... eleve kajakozni szeretett volna? Igen, én igazából raftingnál szerettem bele az evezésbe, és mivel Magyarországon ugye raftingolni nem nagyon lehet, vagy hát ugye nehézkes, így jött a sprint kajakozás. Én is tudom, nem kéne a nézőknek valamit magyarázni erről a raftingról. Ez ilyen tutaj félén állnak az emberek, nem? Ez nem az? Ez inkább ilyen vadvízi kajakozás, tehát amikor ilyen eléggé akadályokat, igen, ja, zúgókon, a... nagy folyókon, igen. Egy kajakba is lehet, kenuba is, tutajon is, tehát ilyen nagy gumicsónakon. Ez nem azonos ezzel az édesvízi, vagy milyen, hogy mondják ezt a másik? Szlalommal? De, a szlalom is olyan, annak mind az egyik kajak szlalom? Igen, hogyne. Aha. Tehát a szlalom az most már épített pályán van, majdnem igen. Mindenhol a világon. Hát mert nem olyan könnyű találni minden országban sőt. Olyan terepet, nem? Ezért lett ő kajakos. No, és akkor végül is betévedt a kajakpályára ennél fogva, illetve a kajakozók Szarvason? Közé. Igen, Szarvason. Hol? Szarvason. Igen, azt tudom, de Orosházi egyébként. Igen, igen, hát Orosházán csak egy kis tó van a város széli erdő mellett, és hát ott nem igazán lehetett volna kajakozni, bár én már próbálgattam így, hogyha nem volt más lehetőség, akkor otthon néha lementem erre a 400 méteres tóra. De hát ott nem igazán építette ki kajak egyesületet, és legközelebb Szarvason volt olyan egyesület, ahol kezdőkkel foglalkoztak, és ezért ott kezdtem el kajakozni. Na nézzük csak meg az eszközöket. Hát ezek a kicsik gondolom, és így maga sem nem a legkorszerűbbet, a korabeli legkorszerűbbeket kapták, hanem föltehetően, amit sok gyereknek oda lehet adni. A változás részben van. Ugyanazokkal a mini kajakokkal kezdtem én is, mint amivel ők kezdtek. Még azt az egyesület biztosította, hajót, lapátot, mindent. Ma már van, hogy a szülők nagy többsége megveszi a hajót, lapátot már szinte majdnem mindenki megveszi, és ahogy elkerül ifi 16-18 éves korosztályba a gyerek, általában ott már szinte maguk veszik a szülők a hajót, nagyon kevés az egyesületi hajó. Magánál is így volt? Igen, igen. Hát, igen, az elején én is még mini kajakban kezdtem, addig Szarvason ki volt alakítva, ez egy nagyon barátias egyesület, és ott ki volt alakítva egy ilyen hierarchia, hogy ki milyen hajót kap, és akkor kezdtünk először a kis fehérrel, amiből nagyon sok volt, és utána lehetett följebb-följebb kerülni, és pont
pont két hete voltam szarvason, és néztem végig a hajókat, hogy hogy küzdöttünk érte még kicsikként, hogy minél jobb hajót kapjunk, és volt a zöld hajó, volt a színes hajó, és mindig ezért küzdöttünk. De egyébként teljesen egyformák voltak, csak a színük tért el? Hát volt, amelyik nehezebb volt, így azért lustaságból is, de nagyjából ugyanolyanok voltak, de mi mégis kialakítottuk, hogy akár a szebb hajót, vagy az újabbat, vagy amit mi tartottunk, fú, most ez biztos jobban megy, vagy amit előtte olyan emberek használtak, akik utána jó eredményeket értek el, akkor mi is arra törekedtünk, hogy minél jobb hajót kapjunk, de hát az edzőnk ő az alapján osztotta a hajót, hogy ki hogy teljesített, így küzdenünk kellett érte, hogy minél jobb hajóban másunk. Ituska bólogatott mindig. Igen, azért nálunk is megvolt ez persze. Igen? Igen, hogyne. Hogy aki jobb, és ez versenyeredménnyel kell, vagy edzés eredménnyel? Időremenésen, igen. Uh-huh. Igen, mert akkor úgy nagyjából egyszerre mentünk. A versenyen ő más számban indult, én egyesben, ő párosban, nem lehetett összehasonlítani. De otthon a saját kis házi versenyek, mert az szinte mindig volt, ott azért meg lehetett ezeket csípni. Szülők akkor nem igen vásárolták meg az eszközt. Hát elképzelhetetlen. Én 77-ben kezdtem kajakozni, szó se volt még róla ilyenről. Mennyibe kérdezik? Hajók sem voltak, tehát nem lehetett mit megvenni, meg nem gyártottak külön, tehát csak az egyesületeknek volt hajójuk, meg csak a szövetség, és akkor még fahajók voltak, és külföldről a dánoktól vettük a hajókat. Most teljesen más rendszer. A hajók? Műanyagból már, akkor még voltak fából is, most már szinte kizárólag. Tehát kötve van, de szerintem korlátozó van a súlyuk. A súly és a hossz, ma már a szélesség nincs. Az nincs, hogy egy pontján meg kell fejleljen egy bizonyos szélességnek? Már nincs. Nemrég még volt? Hát igen, még 2000-ben volt, igen, de utána már nem. Igen. Változnak persze, meg hát sokkal vékonyabbak ezek a hajók. Tehát elképzelhetetlen lett volna, hogy tehát 20 évvel ezelőtt nem is gondoltuk, hogy ezeket a hajókat meg lehet ülni, ezt mi így mondjuk. Tehát, hogy nem borul be valaki, és képes menne versenyezni. Ez mondjuk a 20 évvel ez egy képtelen feltételező, de próbáljuk ki. Hogy egy 20 évvel ezelőtti kajakozó, mondjuk maga akkor, a mostani hajóban nem tudott volna... De valószínűleg igen, hiszen én már akkor amerikai hajóba mentem, és 96-ban az olimpián, és 2000-ben is már ebben a sárga nélóban, ami már csak a széles pontja volt meg, de a futófelület az ugyanez volt. Akkor is mások ezek a hajók. Hát bizony azért egy éven betelt, mire én is megszoktam mondjuk a legújabb típusú hajókat annó még 96 és 2000 között, kellett azért a rutin hozzá. De mondjuk olyan kezdőkorában, mint amikor a Luca elkezdte. Nem tudtam volna megülni, szerintem nem. Máshonnan indultunk. Ma már azon kacogunk, hogy 50-ben, 60-ban milyen őrületes széles hajókba neveztek, ők azt nem tudták volna elképzelni, amiben mondjuk mi 70, 80-as, 90-es években. Hát ma meg már az a túrának a legalja az, amiben mondjuk 40 évvel ezelőtt versenyeztek. Úgyhogy de tényleg így van. Fejlődnek a hajók, tehát ebben történt változás. Igen, valamennyivel gyorsabbak is, hát és a lapát az, amiben nagyon nagy forradalom volt. Igen, az is fa volt. Fa, én falapáttal eveztem nagyon sokáig. Még dilemma volt, hogy áttérjünk-e vagy nem. Volt olyan négyes, ami a fele még falapáttal evezett, a másik fele wing lapáttal, az volt az első. És aztán rá kellett jönnünk, hogy igen, ez azért sokkal jobb, jobban megfogja a vizet. Ami elveszett vele, az a technika. És a magyaroknak az nagyon nagy előnye volt, mert a falapáttal érezni kellett a vizet. Ha ezt egy kicsit nem úgy vittem, az helyesebb, azonnal úgy kiment. Helyesebben úgy érti, nagy hátrány lett, hogy... Hát, hogy egyenlapátok lettek, így van, és ettől egy kicsit a technika elment. Ugye például, hogy a más volt a szár, ki, ahol fogtuk, más volt a szár kiképzése, volt egy ovál benne, és megtanultuk, hogy kell forgatni. Ma már nem tudnak a gyerekek forgatni, mert teljesen kerek a szár, fogalmuk nincs róla, mit kell vele csinálni. Úgyhogy azért még vannak az edzőknek is dolguk rendesen. Hogy mindannyian jól értsük, akik még nem estünk bele egy kajakból a vízbe, mikor be akartunk ülni. Hogy tehát... Nem kerek volt, szóval nem volt kerek a... Igen, egy picike ovált tettek bele. És miért kellett forgatni? A forgatás azért van, mert amikor ugye kajakozunk, ugye toljuk a lapátot előre, ami a levegőben van. És hogy ne az egész teli tollal
toljuk a levegőt, ezért elfordították először 90, aztán egyre kevesebb. Ja, a légellenállás ellen. Így van, pontosan. A légellenállás. Igen, mert azért az összeadódik, a 500 ezer. Hát ez most is így van, forgatják ezek szerint. Igen. Igen, most is forgatás van alapjátunkban. Kinek kevesebb, kinek több, ez változik. Régen még a 90 fok volt, ma már nem szabad annyival levezni. Kényelmesebbnek kell lenni. És más az anyaga. Volt még valami forradalom, csak nem fogom tudni mondani a nevét, amikor bejött ez a kanalas lapát. Ezt régen Rasmussen lapátnak hívták. Igen, amikor magán a hossz Rasmussen féle, ő evezett először, egy normé kajakos fiú volt, amikor a tollat hosszában is elcsavarták, nem csak az egyik végét hajtották föl, úgy kell elképzelni a nézőknek, mint egy repülőgépnek a szárnya, pontosan egy ilyen ívet alkot az egész lapát, és betömörül a víz, ahogy a levegőben is a repülőt ugye azt tartja fönt, hogy oda a szárny alá, oda megy minden. Ennyit tudok fizikából, bocsánat. Fog, igen. Igen, magyarán nem mozdul el a lapát a vízben, ha egyszer oda beteszik, az ott marad. Régen pedig így kacsázhatott is akár a vízben. Most milyen a maga lapátja például, mivel versenyed? Az ilyen lapátom egy elég mély lapát, tehát eléggé öblös, amivel elég sok vizet lehet megfogni, és mivel... Mi? Hát igen. Nagy erő kell hozzá, tehát ahhoz nagy erő kell. Igen, pont így a forgatásra jutott eszembe, hogy én éppen most küzdök ezzel a problémával, hogy nekem nagyon kicsi a forgatásom, és ugye a csapást gyorsan be tudom gyorsítani, tehát egy nagy csapást tudok elég rövid idő alatt elérni, de mégis ezt a forgatást kihagyom, és ez a technikámban nagyon észrevehető. Tehát igen, törik a csukló, megtörik az erőkar, abszolút. Tehát én nem győzöm most javítani ezeket a problémákat, megvigasztallak, ne törődj vele, nekem kb. 30-as forgatásom volt, és úgy nyertem vele két olimpiát. Nem feltétlenül, de azért magát a mozdulatot meg kell tenni. Igen, lehet kicsit. 30-as forgatás? Kezdjük. Tehát valamikor úgy mind a két toll egyformán, és elkezdjük így egyikhez a másik. 30 fok. 30 fokban van az egyik a másikhoz képest. Nekem volt a legkisebb annó, tehát el se hitték, hogy én olyannal levezek, de a komfortérzet mindennél fontosabb volt. Nekem ne azzal kelljen foglalkozni, hogy megy bele a lapát a vízbe, hanem csak automatán. Ugyanolyan voltam, mint ő, tehát vágtam bele gyors, 200-as voltam én, és mondjuk voltam 5000-en is világbajnoki második helyezett, de... Ja, ez bocsánat, hogy itt ragadtam ennél. Tehát ez azt jelenti magyarán, hogy a két lapát nem párhuzamosan van, hanem ez a bizonyos 30 fok eltérés van. Hát az a legkevesebb. Tehát ennyit kell forgatni ahhoz, hogy optimálisan helyezze be. Igen, az egyik kell emelni, a másikban pedig forog magában a tenyérben a lapát, és ezt kell megtanulni, és ezt felejtik el. Tehát ez fix, a másikban meg ott forog elől. Tehát lazán kell tartani, lazán kell egy pillanatra tartani. Nincs a vízbe, stimmel? Így van. És akkor tud elfordulni. Mindjárt tudok kajakozni, még egy kicsit. Ma már nem divat ezt megtanítani, én ezt nagyon nagy hibának ez tartom. Nagyon nehéz. Hát ez az, hogy az egyik kezem az erőt fejtik, a másik az laza legyen, és akkor fordítva. Ah, 20 perc alatt megtanítom. Igen, hogyha ott van az ember, akkor ez igen. Már magától jön. De nem nekem... rögtön. Hát azért. De jön. Igen. Jön. De nekem is ott csúszott el ez a fokokban és a forgatásban a probléma, hogy volt egy lapátom, még kisebb koromban, és hát persze, hogy nem arra figyeltem, hogy milyen a beállítás kicsi korban, és valahogy meglazult ez a középen egy ilyen toldás, és csúszott, és volt olyan, hogy egyszer azt vettem észre, hogy nullás forgatásom van, és azóta küzdök vele, nekem eddig 25-ig sikerült eljutni, de azért még tornázok rajta. Jó, tehát már ment egy jó darabig úgy, hogy már párhuzamosan igen. Volt. És nem vette észre. Nulla fok volt az eltérés. És nem vette észre? Gyerekként erre nem figyelnek, ez az edző dolga. Aha. Hát azért most már így edzőként én ezt pontosan tudom. Egy csomó mindenre meg kéne tanítani a gyerekeket, amire már nem nagyon van idő. De mi sürgeti a gyereket? Későn ér oda az iskolából, tudom én, odaér 16:30-ra, és 17:30-ig tudunk edzeni, 2 órát, mert utána már sötét van. És abban bizony van, hogy 2 csoportnak is, vagy 3-nak is bele kell férnie. Magyarán így futószalagon jönnek a 15-20 fős csoportok, mert hát ma már a tagdíj azért az egy fontos dolog.
és igenis figyelembe kell venni, hogy sokan legyenek, nagy legyen a bázis. Ugyanakkor egy nagyon jó hátsó támogatás van, mert nagyon sok új egyesület van, és sokan kajakoznak most. Hát már azt nem is gondoltam, én olyan régi módi vagyok, én ott abba hagytam, hogy tagdíjat kell befizetni annak, aki kajakversenyző akar lenni. Ma már, igen. De hát mondjuk a Luca nem fizet már tagdíjat, remélem. De én is fizetek, mindenki fizet. Igen, hát az egyesületnek is, ugye az egyesület visz minket versenyekre, ott a szállást rendezik, az étkezést, és hát ugye természetesen mindenkinek kell tagdíjat fizetni, ahogy a kis MK-soktól kezdve mindenkinek, tehát ez egy ilyen rendszer. Azt gondoltam, legalább egy eredmény szint van, ami fölött már az egyesület érdekelt, azért is kap, az ő eredményességeért is kapnak pénzt. Lehet, hogy van olyan egyesület, persze, hát a legjobbaknak megteszik, meg van, amikor nem kell hozzájárulást fizetni, étkezés vagy szállás a legjobbaknak. Uh-huh. És ez egy motivációs erő is lehet, ha válogatott vagy, fizetik helyetted a szállást, az étkezést, ha jobban besegítenek, tehát legyen cél, a sárga hajó vagy a zöld hajó, nem tudom, az most ugyanaz. Másképp működik már a mai sportrendszer. Én is talán a világ is azért, hogyha még úgy visszatérünk arra, hogy már nem úgy tanítják meg, hogy azóta azért még én is látom, hogy én mikor kis MK-s voltam, hogy felnéztem mindenkire, és úristen, hogyha én már csak a saját egyesületemben is olyat láttam, aki most ugye az ORV igen. most volt, és kijutott. ORV indult, igen, olimpiai reménységek versenye. És ott nálunk akkor a úristen, hogy ő kijutott, és hát szinte csodáltuk, és kondiban csak néztük, hogy mit csinál, és manapság már talán ez egy picikét rossz irányba, vagy én azt tapasztalom, hogy ez rossz irányba tolódott el így a kisebbek terén. A tisztelet nevű szó meg fogalom az azért kissé hiányzik. Ez azért lep csak meg, nincsenek illúzióim a ember fejlődését illetően e tekintetben, de azért lep meg, mert azért hát valami mérce van. Ezek közt a gyerekek között is, és van, ahogy persze. Cseperednek, hát kell tudnia, már minél többet tud a sportágból, annál jobban kell tisztelni azt, aki már teljesített valamit, aminek ő még előtte áll. Azt hiszi, ha tudja az információt, birtokában van a képességnek is. Hát ez sajnos nem így van, és sokszor megtévejednek itt a fiatalok, hogy azért ez bizony nagyon sokat kell gyakorolni. Ja, én azt hittem, hogy ez nem... Hát ki kell próbálni. Máshogy, ugye ez nekem könnyebb legyen, a gyerekemnek könnyebb legyen, mint nekem, és ez most már a második, harmadik olyan generáció, aki jön sportolni, bármit csinálni, akinek már mások az értékrendjei, túl sok információ van, ugye, de ezt tudjuk, ez mai komputeres világban tudja ezt csinálni, azt, ilyen tanfolyam, olyan, miért pont kajakozni jöjjön? Ha lejön, akkor valószínűleg van valami. Legtöbben azért, mert jó a társaság. Mert azért a komputer mellett tényleg nincs olyan társaság, és ha azt a több ezer évet nem lehet kidobni az ablakon, tényleg azért társas lények vagyunk. Aki nem szeret dolgozni, annak nehezebb, de aki szeret dolgozni, az hamar megtalálja a helyét, mert hogy ez egy szerencsés sport, mert mérhető. Tehát nem arcra megy, nem pontozásra, és ezt azért szerintem a gyerekek is, tehát ott a plecsni, ott az érem, nyertem egy versenyt, és meg van fogva a kis lelke, igen. Jutott el Luca olyan ponthoz, amikor azt mondta, hogy na nem, ez én nem, ez nekem sok. Kisebb koromban, vagy inkább mostanában? Hát, kisebb, hát melyik ez? Most a nagykorát vesszük? Ezt a 10 vagy 18, igen. Na jó ebben. Na jó, vegyük, amikor elkezdte. Hát egyszer csak elkezdődött, és azon kaphatta magát a kezdő, hogy húha. Hát én mikor elkezdtem, azt ugye most már ugye említettem, hogy azt ennek tegnap volt az évfordulója, és hát ugye nagyon hideg volt, és szarvason volt egy ilyen szokás, hogy úszni kellett a stég előtt, csak akkor ülhettünk kajakba. Tehát így a hideg vízben kezdtem el igazából úszással a kajakozást, és... Állj, ezt nem érzem. Jól, de... Be kellett menni a hideg vízbe, és az mire volt jó? Hogy biztosan, ha beborul, akkor biztosan ki tudjon úszni.
Aha. A hideg vízben is, mert borulhat februárban is, márciusban is, novemberben is, októberben is. Hiába van papír, az úszoda az más, és akkor innentől folytasd, milyen élmény hideg vízbe úszni. Botrány. Hát igen, nem volt egy, de igazából nem is tudok úgy arra visszaemlékezni, hogy az mennyire rossz lehet, biztos, hogy nagyon hideg volt, tehát azért megszépíti a de ha valaki ezt kibírja, és ott marad, akkor abból valószínűleg kajakos igen, lesz. Igen, ez olyan, amikor én elmentem boxolni Adlerhez, és egy idő után szembeállította a jövevényeket valamelyik gyerekkel, aki már rendesen tudott ütni is, meg boxolni, és nagyon megverette, így engem is. Ha még egyszer eljött, akkor az tényleg akar boxolni. Na, én nem mentem. Nem baj. De minden esetre, szóval akkor ott tartottunk még mindig, hogy tehát akkor volt, megfordult a fejbe egy rafting ide-oda, nem ezt kellett volna választani. Nem, meg sem fordult a fejemben, mert miután én beültem a kajakban, ott több velem egykorú versenyző is volt, akik már akkor kajakoztak. Tehát nekem akkor az volt a célom, mindig kitűztem egy célt, hogy általában először ugye emberekre és csapattársakra voltam inkább úgy, hogy... Hát a Marista Julist akarom megverni, igen, és meg a Zolit is, mert az mekkora királyság. Igen, és hát ugye így ment az ősz, utána... Elkezdődött a téli felkészülés, akkor belecsöppentem egy téli munkába, amit csináltam, és nagyon tetszett, és tavaszra ugye ugyanezt folytatódott, hogy én meg akarom verni, és én előtte akarok lenni, és én jobban akarok menni, jobb időket, és engem mindig vitt ez a gondolat, és nem volt bennem az, hogy én nem szeretnék edzésre menni, mert hogy én most lustálkodok, mert tudtam, hogy az fog előre vinni, tehát tudtam, hogy a munkától én majd annál az embernél gyorsabb leszek, és engem ez mindig annyira felspanolt, hogy kiskoromban el se gondolkodtam azon, hogy fú, most nekem valami sok, vagy nem volt olyan, hogy sok, tehát én mindig menni akartam. Ez alapkészség, nem ez az elszántság. Igen, nekem volt azért olyan, hogy sok volt. Mi nagyon sokat edzettünk akkor híresen azért a Fradiba, a Klukad Józsefnél, és egyszer egy ki nem pihent, tehát nem hitt el, hogy tudok gyulladásom van, vagy gégegyulladásom, föl kellett mennem a hármas. Ez még az első edző volt. Igen, hármas határhegyen, panorámakörfutás, és hétfőtől már két hét infúzió, aztán három hét otthon, megint vissza a kórházba, megint otthon három hét, már nagyobbodásom volt, tehát 5 újnyival nagyobb volt a májam. Ma már tudom, hogy ez mononukleózis, de akkor még fogalmuk sem volt, hogy ez egyáltalán létezik. És hát beüzent, hogy én szimulálok, és hogy menjek edzésre, így aztán 2 hónap kimaradt a suliból edzésből, és akkor váltottam edzőt, tehát nekem volt sok, én nagyon sokat voltam beteg, rengeteget. Egyik dolog gyulladásból a másikra. És azt hiszem, hogy a vegetarianizmus. Igen. Mert olvastam, hogy a vegetarianizmus segített azon, hogy így van, visszatérjen a baj. Igen, abban a pillanatban, hogy elhagytam a húst, 2 hónap múlva a körmöm, a hajam, és 2 évre rá olimpiát nyertem egyesbe, addig mindig csak második voltam a világbajnokságokon, és rohamosan javult a teljesítményem, viszont így elvágták a betegségeket, tehát nem volt toroggyulladás. Nekem nagyon sok 11 tüdőgyulladásom volt gyerekkoromban, tehát elvileg én nem még lehet... Még a kajak előtt? Kajak előtt, persze, igen. Hát szeretett hiány, igen. Azért 5. nem jutott rám annyi idő. Ma már értem édesanyámat, meg édesapámat, de akkor gyerekfejjel én ezt nem tudtam más, hogy csak úgy tudtam fölhívni magamra a figyelmet, hogyha beteg vagyok, ha csak akkor úgy maradt rám idő azért. 5 pici szóval gyerek. Van ilyen. Hát nem, akkor még mosták a pelenkát, tehát nem eldobhatós volt, nem papírpelenka, meg azért nem voltak ilyen tápszerek, tehát azért gyereket fölnevelni nem volt olyan egyszerű, én ezt belátom. Úgyhogy elvileg én nem, ilyen paraméterekkel nem lehettem volna még a közelébe se, de hát az emberi elme meg az akarat az mindent fölülír. Tehát akkor ugye meg az első edző után jött a második, aki nyilván volt, tudta, igen. Hogy mi. Nagyon jó volt, mert az az érzékeny korszak volt, akikkel most én is foglalkozom, amikor kinyílik a világ, elvitt repülni, engedett lovagolni, könyvet adott a kezembe, tehát egy csomó mindenben kinyitotta a világot,
Nem voltam addig sem bezárva, tehát ezt hozzá kell tennem. Belvárosi lányként elég sok mindent megláttam, tapasztaltam, édesapámék olvastak. Tehát volt lehetőségem, csak egy picit másképp éltem meg már a szabadságot, hiszen már 18 évesként azért valaki felnőtt. Ugye? Még nem tudom, még nem. Még csak holnap. Nem, de igen, akkor majd figyelje az órát, hogy éjfélkor mi történik. Egyébként mindig, 18 éves korban a kajakosoknál mindig van egy vízválasztó, hogy most tanuljak-e tovább, vagy nem. Fiúk érdekelnek, lányok érdekelnek, nem az edzés érdekel. Tényleg, hogy áll az iskolával, kislány? Én magántanulóként csinálom az iskolát. Hát már 8. óta, amivel mindig máshol sportoltam általában, és nagyon sokat váltogattam az edzőhelyeimet, így az egyszerűbbnek tűnt. Ezt olvastam, hogy talán a rekordere tekintetben, hogy, és ez miért volt, hogyha szabad kérdeznem? Hát, biztos, hogy különböző okok lehettek, de azért csak... Igen, mindig voltak különböző okok, talán hogyha így egyben szeretnék egy okot mondani, akkor azt végül is az adtam indokolni, hogy én mindig a legjobbat keresem. Tehát én, hogyha egyszer is azt érzem, hogy nem a 100%-os, tehát nekem nem a 100%-os munka folyik, akkor engem az elkezd idegesíteni, és egy idő után már annyira idegesít, hogy keresem a jobbat, keresem, és mikor megtalálom, akkor már egy olyan szinten vagyok, hogy ott muszáj váltanom, és az adja nekem a... Ez az kéne, hogy pontosan maga tudja legjobban, hogy milyen az, ami kell. Tetszik érteni, hogy honnan tudja megítélni. Ha csak nem arról van szó, hogy mondjuk ki ezzel a közkeltű szó, hogy nem, hogy link az edző, tehát hogy nem használja ki úgy a lehetőségeket, és adja meg a feladatot, vagy nem beszél olyan komolyan, nem tudok kinteni. Nem mondanám egyik edzőmre sem, hogy link volt, mindenkitől tanultam, tehát én eddig minden edzőmnek csak köszönetet tudok mondani, tehát én mindenkitől tanultam. És talán, hogyha nem jártam volna be eddig ennyi helyet, nem tanultam volna ennyi mindent, és még rengeteget kell tanulnom, de nagyon sok mindent átéltem ezáltal, hogy több edzőm volt, és szerintem ez engem mindig előre felelendített. Egy ilyen télelején, amikor mondjuk egy váltást csináltam, akkor mindig az éltetett, hogy de akkor még jobb leszek, és megmutatom, hogy akárhány váltásom is volt, ugye ez többször feljött. Úgy használt. Igen, hogy nem hátráltat, és nem csak szórakozásból váltogatom az edzőimet. Itt ül maga mellett most egy edző. Most nem csak egy kétszeres olimpiai bajnok, jelenleg egy edző. Mit szól ehhez? Mi a meglátása? Emlékszem arra, amikor én voltam ugyanilyen idős. Én ugyan nem, nekem fontos volt a biztonság, meg az állandóság, de akkor, amikor úgy éreztem, hogy tényleg itt már túlnőttük a dolgot, akkor viszont én is váltottam. Tehát ez ilyen 6-8 évenként körülbelül történt meg, és én a tanítványomnak is ugyanezt mondom, én se felelhetek meg mindenkinek. Ha úgy érzi máshol jobb, volt erre példa, lesz is, van, aki jön hozzám, van, aki megy, én se felelhetek meg mindenkinek, és az edzőknél ez komoly baj, hogy nem tudnak elengedni, és személyes értésnek veszik, ehhez azért föl kell nőni a feladathoz, ha én magam nem tettem volna meg, lehet, hogy én is nehezen viselném, tehát én is kétszer hagytam ott edzőt, de ismerünk olyat, aki egész életében egy edzőnél van, és jó, és ismerünk olyat, aki sokszor vált, vagy kevésszer. Ezt az embernek belülről kell éreznie, és a másiknak pedig igen tudomásul kell vennie. Hát, ha tudja. Volt, aki megsértődött? Biztosan, persze, hát emberek vagyunk. Vagy idővel nehezebben dolgozza fel az elején, de aztán idővel igen. Szerintem igen. Igen, idővel szerintem mindenkivel jó viszonyban. Persze, hát mindenkinek fáj, hogy lehet egy tehetséges versenyző, el lehet jutni a csúcsra, megvalósíthatom önmagam, gondolja az edző. Nekem ebből a szempontból van egy pici szerencsém, hogy én már ezt végigcsináltam.
én voltam az első, aki Magyarországon ezt a sok mindent végigcsinálta. Tehát tudom, hogy miről beszélek. Tudom, hogy mi volt jó az én technikámban, mi volt rossz, mi volt a jó edzés, mi volt a nem jó edzés. Szégyellem magam most, mert nem tudom pontosan, hogy az egyesen és a párosan, és a négyesen kívül evezettem kettes hajóban is. Olimpián, igen, Barcelonába mentünk Donus Évivel. Ott 480 méterig mi vezettünk, és akkor ott történt egy kis malőr. Ott mentem párost, és akkor még egyes volt. Ez volt az egyetlen ilyen 92-ben, igen, 88-ban nem. Én 84-ben mentem volna Los Angelesben három számot. Egyes, páros, négyes. Tehát előfordult a páros is a persze, igen. Nagyon sokszor eveztem párost, én nagyon szeretem. Párosban tudom, elvezett szintén, négyesbe is volt ült. Idén versenyeztem nagy versenyen, először négyesben, az ifjúsági világbajnokságon. Ültem először nagy versenyen és nemzetközi versenyen négyes hajóban, és szerencsére sikerült megnyernünk. Melyik beülőben volt? A negyedikben. Az erő. Hát régen még ilyen nagyon szélesek voltak, és más technikával kellett evezni, például a négyesbe. Én is mindig hátul ültem, de aztán ültem legelől, második, tehát tudom mindegyiket, kicsúlyabban minden, mit kell érezni, hogyan, de az egy más hajó volt. Tehát én, amikor elkezdtem edzősködni, akkor beültem ebbe az új hajóba, borzasztóan kellett koncentrálnom, hogy benne maradjak, és bizony a négyes meg a páros már nem olyan széles hátul, tehát más technika kell hozzá. És akkor beültem hátra, beültem előre, milyen érzés, mit ismerem, mert a vízérzékelésem múlik minden, de hogy milyen érzés egy ilyen hajóba nevezni elől, hátul, én ezeket mind végig zongoráztam. Ilyen szempontból nekem szerencsém volt, mert nem utálok még kajakozni, még szeretek azért. Hát, hogy még kajakozik-e még? Nem tudom, én a túloldalra rá át kell menni lemérni a 2000 métert, akkor igen, meg indultam még tavaly is a felnőtt a szenior bajnokságon, és nyertünk is pont egy kenus apukával, tehát egy kenussal összeültem, és sikerült, de kellett tartani. Tehát a rutin ott volt, hogy meg tudom most már tartani. De úgy jut össze, nem ketten kenusztak, nem ketten, ő kajakozott a kenus létére, igen, hát elő kellett venni a régi nagy lapátomat, ami egy borzasztó nagy lapát, és nem volt más akkor, amikor mi lányok elkezdtünk, csak ez az oltári nagy méret, tehát azt most még te se bírnád el, amivel nekünk akkor el kellett kezdeni, és hát szegény Donus Évi is olyan nagy lapáttal, mindenki olyan nagy, most a fiúk nem eveznek olyannal, tehát a fiúknak ez túl nagy lenne, mindegyik visszaadta, odaadtam neki, próbált ki, hogy milyen érzés az én lapátommal, és mindenki visszaadta, hogy ő ezt nem bírja áthúzni. Mindegy, a dolog lényege az, hogy változnak, és ugyanakkor maga az ember az, hogy ott kell hagyni a stégen, ha bármi gondod van, teljesen mindegy, ha profi akarsz lenni, profi módon kint kell hagyni a stégen a gondodat, ott négyen vagytok, teljesen mindegy, hogy sárga a haja, rózsaszín, zöld vagy semmilyen, vagy lehetőleg jó parfümöt használjon, ne legyen büdös, de egyébként más bajunk nem szokott lenni, tehát most már azt hiszem, hogy egy ilyen 18-19 éves kornál elérik a kajakosok azt, hogy félre kell tenni mindent, edzőt, és hát arra igen, kell koncentrálni. Látja, a most, hogy itt ülünk, jut eszembe, Isten bizony előtte azt mondtam, hogy erről nem érdemes beszélni, de furcsa módon, hogy szóba kerültek a nagyobb hajók. Most jutott eszembe, hogy végül is mind a kettejüknek, egyiknek négyesben, a másiknak a párosban volt, jobb hiány mondom, konfliktusa a partnerekkel vagy a partnerral. Tehát azért valami mégiscsak, valaminek össze kell csengeni. Lehet, hogy a Luca esetében a nagykor különbség tette, vagy az egész különböző mentalitás. Több minden lehetséges. Maga negyed magával ült a hajóba, amikor hát tökélet, nem azért, mert itt ülünk, tökéletesen megértem mindenkinek az indulatát, aki a győzelemért jött és azért dolgozott, hogy kifakad. Tökéletesen megértem, de azért az minden esete azt jelenti, hogy ott voltak valamelyes ellentétek. Persze. És ez ebben az esetben, például a Luca esetében is ugye teljesen nyilvánvalóvá vált, és a kellemetlen ez volt benne. A média, ami aztán még jól rágcsál is rajta egy kicsit. Ma már szerintem megtanulta nagyon sok sportoló edző, remélem az én
példámból kiindulva is, hogy bizony nagyon meg kell tanulni, hogy kell beszélni, mit kell nyilatkozni, nem kell mindent elárulni. És nagyon óvatosan kell nyilatkozni. A média részéről nem látom ezt, hogy na akkor ezt inkább nem adjuk le. Ott azért még azért lenne az etikában egy picit mit változtatni. De lehet kérni. Lehet és kérni. Akkor nincs joguk. Igen. Hát, például, de hát itt képi látványa is volt a dolognak az ő esetükben például. Azt gondolom, hogy ez ott, tehát nem versenyző az, aki nem azért megy, hogy győzni. Amikor én abba hagytam, akkor a Siklós Erik készített egy riportot, és megkérdezte a volt társaimat. Én nem akartam búcsúztatást, nem jelentettem be, tehát semmiet, nem akartam, hogy bárki ne őszintén jöjjön. Tehát, hogy hazugsággal kell, jaj, mennyire szeret. És megkérdezte a társaimat, hát minden rendben van, nagyon jó, egyet nem bírunk tőle elviselni, hogy ő nem bírta elviselni, hogyha nem nyer, ő mindig nyerni akar. Majd Siklós Erik fölhívta Birgit Fischert, és Birgit Fischert kérdezte, hogy mi a titka. Majd közölte Birgit Fischer, akit mindenki istenít, én nem bírom elviselni, hogyha nem tudok nyerni. Tehát ami nálam ugye hátrány igen, volt, igen, az őtőle, hát senki sem lehet proféta teljesen a saját hazájában. Igen, azt hiszem, hogy a minden, a tanítványok is szoktam mondani, hogy én akarom jobban, hát azt nem lehet. Tehát ezen is túl kell lenni, a négyesen is túl kell lenni, és akarni csinálni, mert a világban nagyon sokan akarják. És ma már rájöttek, hogy ezért ez nem egy rossz dolog. De igen, nyerni kell. Akarni kell nyerni. Igen, mert amikor az ember úgy tud lejönni egy pályamenésről, ami nem úgy sikerült, hogy hát mindegy, ez is volt, és utána már azon gondolkozik, hogy kijelölte be Facebookon, akkor abból sosem lesz kajakos. Mert ugye ezt lélekből kell, tehát hogyha odáll valaki versenyezni, akkor azt kell, igen, ezt kell akarni, hogy nyerni. Tehát én nyerni akarok, azt kell egyszerűen magába súlykolni, és ugye már edzésen, szerintem már ez is egy nagy probléma, hogyha már edzésen úgy tudod állni, hogy hát én csak úgy el vagyok, meg nem is tudom, mi történt, meg... De ez ott kisejlik, mert senki nem mondja ki, gondolom. Ez attitűd kérdése, ez jön, ez így zsigerből kell, hogy jöjjön. Az igazán nagyok, akik oda fognak érni, azok így kezdik, legalábbis a nagyfokú készség, az meg kell, hogy legyen. Tehát én akarok lenni, nyerni akarok. Van, akinek benne van ez, csak egy idő után kattam. Tehát láttam olyat is, aki felnőtt korában ért oda. Van, akinek meg már ez úgy kezdettől, nekem kezdettől fogva megvolt, gondolom neki is, ahogy itt kiveszem a Luca szavaiból. Van, akinél meg csak az akarat van, meg az akarat, és egyszer csak rádöbben valami kattan, és elindul. Kovács Kati volt például ilyen, hogy ő nem ifiként volt a legjobb. De emlékszem a 98-as kajak világbajnokságra Szegeden, akkor volt először kajak világbajnokság, és akkor lettünk négyesbe elsők. Én akkor tértem vissza, neki meg az volt az első igazi világbajnoki érme, aranyérme, és ő onnan indult be, ő mindig csak ott volt a válogatottság, nagyon sok út vezet oda. Megízlelte. Valószínűleg igen. Ott volt, ő akarta, na onnantól kattant a dolog, igen, ez tény. És valami más lett. Hm? És a szülinapos, hogy van ezzel? Már ugyan elmondta a hitvallását, hogy nyerni kell, hogy mindig az edzésen is, és mindenkor. Igen, hát igen, pont én most ezzel a problémával is küzdök, és érzem, hogy fejlődnem kell, így fejben ugye összerakik a pályát, és nálam pont idén, én MK-s koromban csak a célt láttam, és úristen, én most mindenkit itt hagyok, és én fogok nyerni. És hát egyre, ahogy jöttek ugye az elvárások, és egyre több verseny volt alapelvárás tőlem, és most is ugye már ez, vannak olyan versenyek, amiket úgy meg kell csinálni. És azzal jött nekem egy olyan probléma, ami most a VB-n mutatkozott meg legjobban, hogy úgy mentem le az 500 pályára, hogy én utolsó leszek. És hát a pályámon meg is lett. Hát, miért? Sajnos az a gond, hogy igen, én sem tudom, hogy mi történt velem, mert a verseny előtti héten nem úgy voltam fejben, ahogy egy világbajnokságra el kell menni.
Tehát már ott bennem voltak olyan gondolatok, hogy hogy megy az orosz, hogy megy az ukrán, hogy mennek a többiek, hogy megy a spanyol, és szerintem ez egy nagyon rossz gondolatmenet volt, és ez annyira eluralkodott úgy a versenyzésemen, hogy mire az 500 pályához odaértem, már úgy mentem le, én már a gyúróknak is azt mondtam, hogy én már bent vagyok döntőben, a 9. sem rossz, és nem ismertem magamra, és utána el is gondolkoztam, és igen, és a pályámon is látszott, amikor 250 méterig elő voltam, és nem kellett volna problémának történnie, és mégis fejben annyira nagy volt, igen, nagy volt a teher, vagy valami hasonló dolog történt, és emiatt belassítottam a hajót, és én sem tudom, hogy miért, és 200 méternél rájöttem, hogy ilyen 200-150 méter volt még a célig, és rájöttem, hogy jó Isten, mit csinálok? Hát ez nem is én vagyok. És 100 métertől sikerült szerencsére felhoznom döntetlenre, de igen, pont ez az akarat, amiről most beszélünk, ez az idei évben nagyon, nagyon rossz irányba tolódott el nálam, és ezt valószínűleg orvosolnom kell, ugye hát erről Rita tudna mesélni, mert hány évig csináltál, biztos, hogy voltak neki is hasonló, vagy hát nem tudom, hogy voltak-e. Volt, persze, hogy ne. Különben nincs értéke a dolognak, nem tudod magadat bekalibrálni, hogy kell erre a helyzetre reagálni. Történik egy probléma, és valahogy megoldjuk azt. Lehet, hogy gyerekkorban valami. És bármikor az életünk során ugyanolyan szituáció jön, az emberi elme nagyon érdekes, mindig ahhoz megy vissza, a legelső megoldáshoz. Tehát beugrik az a kép. Hogyne, tudattalanul, tehát nem tudunk róla, csak valahogy mindig úgy fogjuk alakítani a dolgot, mert az már ismerős, az már tuti. Tehát erre vannak technikák, ezt inkább megelőzni kell, mint nagyon nehéz ott helyben korrigálni. Lehet. Soha egyetlen edzőm nem tanított meg lélegezni, nem tanított meg koncentrálni, fogalmuk nem volt, hogy mi az, hogy víz, levegő, össze, hogy vannak az erőterek. Nekem szerencsém volt, én még a 92-es olimpia előtt, nekem a nővérem gyógypedagógus volt, pszichológus. És hát menjünk vissza, hipnózis, és nem köszönöm. Egy évig fűzött, mire rábólintottam, hogy igen, akkor lehet. Ő tanított meg, hogy kell lélegezni, hogy kell koncentrálni, mi az, hogy egy világversenyen. Egy olimpia az egy teljesen más energetika, mint egy világban, közelében nincs. Azt meg kell tanulni, elviselni. Sok úszót azért visznek ki gyerekként, hogy megszokja, hogy játékterem, étterem, mennyi ember, micsoda nyüzsgés. Mert már gondolkodnak a következő 4 évre, hogy ott már ne ezzel foglalkozzon, hanem csak a versennyel. Versenyezni is tudni kell. Igen, ez egy nagyon komoly pszichikai teher. Tehát mindig mondtam, ment a kezem, miért nem mentem sakkozni, miért kell nekem. Tehát a verseny előtti 1 óra nem ismerős, bármi más, csak ne kajakozni. Ja, megbánja az ember, hogy megszületett. Igen. Aztán, ahogy vízre teszi az ember, jön a program. Ezt mondom, a tanítvány program szerint működünk, és tegyünk bele jó programot. Azt tudjuk megcsinálni versenyen, amit az edzésen begyakorolunk. Most a legjobb példa rá a Katinka, de Szécsi Tamásnál is tudnék ugyanilyeneket mondani. Olyan időket kellett úszniuk edzésen, hogy oda ment a versenyre, és már nekem is ugyanez volt. Két ember tudta megevezni azt az időt Csepelen a pályán, a Kolonis Gyuri meg én, azóta se nagyon senki. Mondjuk igen, mert hogy ha ott edzésen meg tudom csinálni, ha még egy picit nem vagyok úgy, vagy, akkor még mindig belefér. Ugye még tartja a mondás, hogy aki Magyarországon megnyeri a válogatót, az a világversenyen is ott van a döntő 1-3-ban. Ez nagyjából még mindig igaz, a lányoknál azért eléggé. Én nem tudom, a magyar lányok nagyon tudnak dolgozni, jók a hagyományok, de mi voltunk az első generál. Most, hogy elővenném az edzésnaplót, akkor oda van írva, hogy hát 10-ből 9-et vezettem, és csak 1-et pihentem. Ha van még valami, amit meg akarok kérdezni mind a kettejüktől, hogy létezik-e olyan, hogy szép technika,
Igen. És az egyszerűs mind a hatásosabb technika is? Hát mi nem azok vagyunk még, akik nem véletlenül kérdeztem. Azért mosolyogunk, a Lucát épp csak egyszer láttam, azt hiszem, hát vagy hasonló. Kétszer, de megnéztem most, mert az megvan nekem otthon a maga olimpiai győzelmét, és azt láttam, hogy nem tudom, ki volt a másik hajóban, aki a maga jobb oldalán, a Caroline Bruné. És azt láttam, hogy teljesen másként evez ez a két nő. Nálam az akarat, tehát ez már a szívlélek, azt se tudom, hogy értem be, tehát fogalmam sincs róla. Nagyon tudom, hogy mi a jó, tehát mi volt, ami jó volt az én mozgásomban, és mi az, amit ki kellett volna javítani. Én magamat tudtam tanítani, és sportot űztem abból, hogy utánzok valakiket. Tehát leültem a videó le, akkor még nem volt YouTube meg ilyen. És elkezdtem otthon a partvissal, hogy ez hogy evez, hogy és mit érez közben. Igen, a technika egy darabig nagyon fontos, mert a fizika az ott van. Víz, hajó, előre kell menni, tehát vannak dolgok, amiket érdemes betartani és megtanulni, de onnantól kezdve az ember szíve viszi, és lehet többféle technikával is menni. A tudatosság a legfontosabb, hogy tudatos legyen valaki. Ezt tanulják meg ma nagyon nehezen a gyerekek. Mit szól hozzá, Luca? Teljesen egyetértek, igen. Igen, tehát szerintem is két dologból adódik ugye össze, van egy akarat és van egy technika. Én már láttam gyönyörű technikával levező embereket, és az előfutam végén voltak. De láttam olyat is, aki ugye egy rossz technikával, és azért az elején, és nagyon sokan vannak. Így, hogy ez a kettő összeadódik, talán abból lehet a legjobbat kihozni. Nekem nagyon sokszor azt mondták, hogy az a jó technika, amivel gyorsan lehet haladni. Pont ugye magyar hajógyártó mondta azt nekem, mikor beértem, hogy hát anyáéknak mondta, hogy hanyadik letusszat, megnyerte. De hát nagyon rossz technikával. Kit érdekel? Ha négy kéz láb mászik be, és úgy viszi a hajót, akkor is mindegy, ha megnyerte. Egyébként ez így van. De viszont a technikában lehet fejlődni. Tehát ott van egy fejlődési perspektíva, így van. Na jó, hát végül is ebben ma lehet az igazság, gondolom én, de hát a példák mégiscsak azért nem feltétlenül igazolják, azt hiszem. De a társak szeretik a frizuráit? Nem? Szóval örülnek neki, vagy hát csodálják? Nem hiszem, de már megint mit csinált? Nézd már, a nők nehezen rendezik ezt le. Fiú, oda megy, hogy nézel ki, öreged? Egy kislány, de jól nézel ki. Láttad, hogy nézel ki? Tehát körülbelül, de ilyenek vagyunk. Nevet ezen, tökéletesen így kell legyen. De mert a lányok ilyenek, nem tudják szembe kimondani. Mi nem ilyenek, tehát nem is tudom, hogy miért. Tehát tudom, de más. Tehát nem fogjuk egy... De, na, visszaadom ne a szót, szóval nem egyszerű. Ne hagyjon semmit, amit szeret, ne hagyjon. Éld meg, veszni. Így van. Éld meg. Igen, én úgy vagyok vele, hogy minden embernek nem lehet megfelelni. Tehát most, hogyha derékigérő barna hajam lenne, akkor az emberek egy része, úristen, nézd, meddig ér a hajat, a jó ég. Ha rövid hajam van, akkor hát ez nem nő ilyesmi, miért nem hosszabb hajat. Tehát én már rájöttem nagyon sokszor, és nagyon sok hajszínváltásom is volt, hajhossz és mindenféle egyéb. És rájöttem, hogy mindig az emberek egy része azt mondja, hogy úristen, de jó, és hát ugye nem tudjuk, mit mond a háta mögött, de biztosra veszem, hogy vannak olyanok, akiknek tényleg tetszik, és vannak olyanok, akiknek tényleg nem most ugye ez, hogy milyen arányban van elosztatva. Pszichológia egyébként, az útkeresés, amíg meg nem találja magát, addig fontosak lesznek ezek a külsőségek. Meg majd lesz egy másik majd, ember. De ez egy folyamat, és valamelyest hozzám hasonló, de csak kis részletekben, aki azért befolyásolja ezt, hogy melyik az, amelyik neki az igazi, és akkor majd az is számít, lehet, hogy már van is. Úgyhogy nincs. Köszönöm. Őszintén mondom, nagyon jó volt magukkal lennem. Köszönjük. Remélem önöknek is.